Nem tagadja az LMP-s politikus, hogy felesége és cége is nyert összesen 200 hektárt az állami földpályázaton. Sallayer Benedek szerint ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy nem kritizálhatja a kormányt, mert a földek és a velük járó támogatás jó részt a milliómos nagy gazdákhoz vándorol. Bitay Márton államtitkár szerint azonban most nem arról szól a vita, hogy a nagyok mennyi támogatást kapnak, hanem hogy Sallainak is jutott az állami földekből. A parlamentben sorolta a nagygazdákat kedden Sallayer Benedek. A Mészáros Lőrinc több ezer hektár állami földhez jutott az állami években, és egy sorban nyeri el a milliárdos közbeszerzéseket is emellett. Ő lenne a kisbirtokja a Fidesznek? Az LMP-s képviselőről ezután hozta nyilvánosságra a Földművelésügyi Minisztérium, hogy maga is nyert állami földet. Így a TÁRC államtitkársága szerint önmaga a cáfolata az állításnak, hogy csak a nagygazdák juthatnak állami földhöz. A probléma nem azzal van, hogy ő nyert, hanem azzal van, hogy délelőtt megműveli a földet, az állami földet, amit használ, majd délután bemegy a parlamentbe, fölveszi az akóját, és azt mondja, hogy tulajdonképpen itt csak politikai háttérrel lehet nyerni, és oligarchák viszik a földet. Ez Sallayer Benedek cégének tangazdasága. Akkor forgatott ott a házon kívül, amikor Sallai képviselő lett. Az LMP-s politikus szerint nincs takargatnivalója. Felesége még 2013-ban nyert 50, a cég pedig, amelyben ő is tulajdonos, 150 hektár állami földet. Ezután támogatást is kapnak, éves szinten nagyjából 14 millió forintot, de azt mondja, még így is veszteségesek, mert ők sok embert foglalkoztatnak. Sallai szerint a minisztérium most úgy próbálja beállítani őt, mintha bort inna és vizet prédikálna. Ez ugye azért nem valós ez az állítás, mert soha nem mondtuk azt, hogy nincs szükség erre a pályázati rendszerre. Mi mindig azt állítottuk, hogy nem jól működik. Mi azt állítottuk, hogy a termelő állami földeknek a túlnyomó többsége, 60-70%-a nem jó kezekbe jut el. Magyarországon egy hektár föld évente átlagosan 70 ezer forint uniós támogatást jelent, vagyis akinek több földje van, az több támogatást is kap. De nem nagyokra is kicsitbe mondhatom. Hát ugyanakkor viszont ugye most 200 ezer mezőgazdasági termelő van, és ennek a 10%-a kapja a támogatások 70%-át. A következőt tudom erre mondani, hogy ez egy értelmes vita, erről lehet beszélgetni, hogy ki mennyi támogatást kap, de a mai események nem erről szólnak. A K-Monitor adatai szerint tavaly csak nem 5,9 milliárd forintnyi területalapú támogatást kaptak Simics Kalajos és Nyerges Zsolt cégei, és majdnem ugyanennyit Csányi Sándor érdekeltségei. Leistinger Tamás vállalkozásainak 3,8 milliárd forint jutott, Mészáros Lőrinc cégeinek 330 millió. Sallayer Benedek tavaly összesen 14 millió forint támogatást kapott, az elmúlt 5 évben pedig a minisztérium szerint összesen 45 milliót.